Az elmúlt szezonban a negyedik helyen végeztek az amatőr NB1-ben a nyíregyházi női kosarasok. Farkasinszky Gyuláné csapatában nem történt jelentős változás a nyáron, a kulcsemberek maradtak, és néhány főiskolás fiatal csatlakozott a kerethez. Az elmúlt hetekben gondot okozott az, hogy a végzős gimnazisták iskolai elfoglaltsága miatt a szükségesnél kevesebb szerezett együtt a teljes csapat, de az edzőnő ennek ellenére bizakodva várja a szegedi fellépést. A felkészülési tornáink azok úgy néz ki, hogy jól sikerültek, majd legutóbb ugye voltunk Debrecenben Hepkupát játszani, a Hepkupán a Debrecent szerintem igen, csak maga biztosan sikerült legyőznünk. Ez azért biztató, mert mindenki kellő játékidőt kapott. Tehát ugye a fő embereinket nem kellett két negyednél többet játszatni, hát remélem, hogy ez a Szeged ellen is elég lesz. Ugye itt az év elején ezek a csapatok azért egy ilyen veszélyes dolog, mert nincsenek mi csoportos játékengedélyek, fogalmunk sincs, melyik csapatba kijátszik. Tehát most úgy indulnak a Szegedre is, hogy nem tudjuk, hogy alapvetően kivel fogunk szembe találkozni. Bár a tavalyihoz képest nem gyengült a csapat, az elődöntővé jutás ismét bravú lenne a nyíregyházi hölgyektől. Ugyanolyan erős lesz a mezőny, mint ami eddig volt, tehát ugye a Beac az átkerült a másik területre, de bejött helyette egy Sziget-Szent Miklós. Most ez a Sziget-Szent Miklós, ugye ez a régi válogatott játékosokat és a régi Fradi játékosokat szedte össze, tehát semmivel se lesz gyengébb, mint hogyha a Beacra játszottunk volna, és a többiek mind megmaradtak. Tehát itt maradt a Kecskemét, a Szeged, a Baja is a mi területünkre került, tehát most ebben az évben. Tehát én azt hiszem, hogy ugyanolyan erős bajnokság lesz, biztos, hogy lesz egy-két csapat, aki az utánpótlási játékosait versenyezteti, ami talán könnyebb mérkőzésnek ígérkezik, de itt, ahogy elnéztem, itt nekünk az első 4-5 forduló, az biztos, hogy nem lesz egy sétagalop. Tehát, hogyha itt én azt mondom, a 4 mérkőzésből, hogyha tudunk hozni 3-at, akkor azt mondom, hogy ez már szép teljesítmény lesz. Szegeden vasárnap délután lép pályára az Enyefes NK, és hazai környezetben pedig egy héttel később a legutóbbi bronzérmes TFS ellen láthatják Farkasinszkijékat a szurkolók.